És most következik egy találós kérdés. Tudják-e, hogy mi a különbség az asztalon lévő, itt van előttem, az asztalon lévő 100 millió millpengő és az 1 forintos között? Mutatom, ugye itt ez a 100 millió millpengő, így van, lehet látni, szerintem az idősebbek emlékeznek rá, nagypapakorúak emlékezhetnek erre. És itt ez az 1 forintos, amire még én is emlékszem, ez az alumínium 1 forintos, vettem még ezért fagyit, egy gombóciát érte. Tehát, hogy mi a különbség? Nyilván az egyik fém, a másik papír, de ami ennél is fontosabb, hogy 1946. augusztusában 1 forintból 1 kiló kenyeret lehetett venni. 1946. júliusában, azaz egy hónappal korábban viszont a 100 millió millpengőből egy szád gyufát sem kapott a szerencsétlen vásárló, gyakorlatilag tüzelni lehetett vele. Sehol a világon nem volt addig olyan hatalmas infláció, mint 75 évvel ezelőtt nálunk. A rommá lőtt ország szinte mindenét elvesztette, ráadásul 1945-ben, 46-ban a mezőgazdasági termés is nagyon rossz volt. És ha mindez nem lett volna elég, itt voltak a megszálló szovjet csapatok, őket meg ugye etetni kellett. Ezek következményeként indult el a hiperinfláció, amelynek csak a forint bevezetése vetett véget. Pénzek, amelyek nem értek annyit sem, mint a papír, amire nyomták őket. Milliók, milliárdok, billiárdok, amelyekért egy tojást nem lehetett 1946-ban kapni. Ez volt az az időszak, amikor a legenda szerint a polgár kifizette a kocsmában a korsó sört, de már csak félig töltötték meg a poharát, mert a csapolás másodpercei közben is ment felfelé az ár. Na, az volt azután az igazi Abszurdisztán. Vélhetően még sosem gondolkodtak el azon, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, vagy ismert idegen szóval definiálni, hogy mi is az a tyúk. Ne is gondolkodjanak, mert szakértőnk mindjárt elmondja, hogy hogyan is hangzott ez a definíció 1946-ban. Kisújszállási viszonyokkal kapcsolatban mondja azt egy ottani köztisztviselő, hogy a tojás fontosságát érzékeltesse, hogy a tyúk az előlépett egy valutagyártó géppé. Hamarosan elmondjuk majd, hogy hogyan is gyártotta a tyúk a valutát, de előtte pár szóban az eseményről, amelyre éppen tartok. Budapesten a Posta Múzeumban vagyunk. Itt rendezték azt a konferenciát, amely a világ csúcs tartó hiperinflációról szólt, amely természetesen és sajnos Magyarországon volt. Úgy voltam vele, hogy 75 éves évfordul éppen ideje, hogy foglalkozzunk a saját történelmünkkel. Mondja az a Bedő József, akinek régi vágya, hogy legyen egy olyan állandó múzeum Budapesten, amely a magyar papír történetével foglalkozik. Ezek közül az egyik leghíresebb egyébként éppen egy hiperinflációs pénz. Nem kérkedünk vele, de ha bárhol jársz a világban pénztörténeti vagy bármilyen múzeumban, ott van a 100 millió billpengős pénz, ami az utolsó forgalomban levő. Én most nem is kísérletezem azzal, hogy megértsem és ezáltal megértessem ezt az összeget. Legyen elég annyi, hogy az egyes után 29 darab nulla lenne, ha odaírnák. Mindez éppen 10 esztendővel azután, hogy filmet forgattak arról, hogy azoknak, akik 200 pengőt keresnek, nincs okuk tartani az anyagi romlástól. 1936-ban még két ilyen Mátyás királyos bankó elég volt a biztos megélhetéshez. Pontosan egy évtizeddel később már nem Mátyással, hanem ezzel a fejkendős menyecskével próbáltak fizetni. 100 millió millpengő. Azaz ez az egyetlen papírdarab 100 millió darab 1 milliós címletet ér. Nem értik? Nagyon nem csodálom. Igazából egy olyan aranytartalékot jelentett ilyen szempontból néhány tyúk, már ha nem kellett beszolgáltatni a tojást. Újszászi Róbert numizmatikus arról beszél nekem, hogy az emberek jó része akkoriban nem pénzért vásárolt vagy adott el. Hetek alatt a tyúk tojás lett az a konvertibilis valuta, amiért szinte bármit lehetett kapni. Két dologra kellett vigyázni, hogy el ne törjön, vagy hogy a gyerek meg ne egye.
meg lehetett enni adott esetben, bár egyébként nem volt tanácsos megenni, mert a budapestiek például panaszkodtak rá, hogy a vidékről fölkelő tojásnak egy része az romlott, mert már olyan régóta volt forgalomban, olyan régóta használták pénzként, hogy lényegében a tojás mi voltától elszakítva monetizálódott, egyfajta direkt valutává vált. Emlékeznek még azokra a történelmi filmekre, ahol az aranypénzt megrágták, hogy ellenőrizzék a valódiságát? Nos, a tojáspénzt is hamar elkezdték ellenőrizni, mert hogy megjelentek a pénz, illetve tojáshamisítók. Az is előfordult, hogy például megfőzték ezeket a tojásokat, és így főtt tojás formájában kerültek használatra. Ugye ezt nem lehetett észrevenni, hogyha többel fizettek egyszerre. Egyébként éppen ennek az elkerülésére rázogatták a tojásokat. Ugye, hogyha megrázzuk a tojást, akkor lehet hallani, hogy mozog benne a sárgája, viszont ha megrázzuk, akkor sokkal könnyebben tönkre megy, úgyhogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat volt. Újszászi Róbert hónapokig kutatta a Csongrád megyei újságokat és elképesztő dolgokra bukkant. A Dél-Magyarország nevű lapára például 1946. július 12-én 32-szer 1 millió billpengő volt, de ezt már senki sem tudta megjegyezni, így inkább ráírták a fejlészre, hogy 32 barna. Sokat mondó ez a táblázat is, amely a bor és a szóda árát rögzíti. 1945 májusában 2 pengő volt egy liter szóda, 1946 júniusában pedig 1600 milliárd pengő. Most pedig ugrás havaira Trutkóhoz, ő ugyanis átélt egy majdnem hasonló inflációt a jugoszláviai háború után. Szia Zoli, te ugye a világ első magyar hiperinflációról beszélsz, én pedig csak a bronzérmes jugoszlávról, de a pengő és a dinár között volt egy hatalmas különbség. A magyar pengőnél már csak betűvel írták ki azt, hogy milpengő meg bilpengő, a jugoszlávok viszont még számmal is kiírták a dinár összegét, ezért volt az ötös után még 11 darab nulla. És aki Jugoszláviába indult, hát annak sem volt értelme dinárt váltani a Magyarországon, mert a napi 64%-os infláció miatt, mire odaért, a pénze már fele annyit sem ért. Én is egy hatalmas, nagy sportszatyornyi vajkrémmel indultam Koszovóba, ott a pristinai piacon a helyi albán árusoknak megpróbáltam elmagyarázni, hogy ami nálam van, az nem vaj, meg nem sajt, de magyar termék, mire az egyik albán árus tört szerbséggel megkérdezte: "Ma nije ovo možda mađarski vajkrém?" Vagyis nem lehet, hogy ez magyar vajkrém? És abban a pillanatban megéreztem, hogy nála sem először fizetnek a jugoszláv dinárnál jóval erősebb valutával, vagyis magyar vajkrémmel. Kárpátalján élő kolléganőnk, debreceni Kamilla pedig azt mondja, hogy az ottani magyarok is megszenvedték az elmúlt évtizedek inflációit. Szia Zoli! Kárpátalján az elmúlt évtizedekben sajnos hozzászoktak a pénzromláshoz. Először a rendszerváltás előtt értéktelenedett el a szovjet rubel, majd miután megszűnt közös fizetőeszközként működni, családok ezreinek megtakarítása maradt bent a bankban. Utána már a független Ukrajna első éveiben jött a jegyrendszer, amikor az sem volt ritka, hogy hajdinakásában vagy éppen makaróniban fizették ki az alkalmazottakat. De olyanról is tudunk, aki egy teherautó homokot kapott. Mások sorban álltak az élelmiszer jeggyel az üres boltok előtt. Hallgatva ezeket a majdnem friss eseteket, én azt gondolom, hogy csak jó, ha van otthon pár tíz kiló zsír meg cukor, mit lehet tudni. De most vissza a 45-46-os hiperinflációhoz. Ennek eseményeit régóta kutatja Danyi Pál egyetemi docens, aki azt mondja, hogy a pénzromláshoz nagyban hozzájárultak a megszálló szovjetek is, akik nem akartak azzal vacakolni, hogy beváltsák rubeljeiket pengőre, inkább csináltak maguknak. Hozták a házi nyomdáikat, és elkezdték nyomni a hadi pengőt, egy pengőtől kezdve egészen 1000 pengőig, 1000 pengő ugye óriási pénzt jelentett akkor, és hát oda mentek a paraszgazdához, kéne nekem ez a malac, adod vagy nem adod, itt a 100 pengős. És akkor hát a gazda meglátta a golyószórót a vállán, és azt mondta, hogy na jó, adom. No persze, a fedezet nélküli vörös hadsereges hadipengő semmit nem ért a valós piacon, arra viszont jó volt, hogy felpörgesse az inflációt.
Furcsán hangzik, de a pénzromlás összehozta a családokat. A feleségek reggelente ott álltak a gyárkapuk előtt, hogy pár percre találkozhassanak a férjeikkel. Az infláció vége felé júniusban volt az, amikor hetente kétszer-háromszor adtak fizetést a vállalatok, és akkor tényleg a feleségeknek oda kellett menni reggel 9-kor, 10-kor, hogy azonnal megkapják a párjuktól a pénzt, azonnal rohanhassanak a piacra, és azonnal elköthessék, mert hogyha megvárják, amíg a férjúram majd hazajön este, vagy másnap reggel tudják elkötni, akkor már tényleg ötöd részét érte a pénz. Az inflációval csak néha jártak jól az emberek, a többi között a postán, ahol a díjszabás nem tudta követni a pénzromlás ütemét. 5 naponta emelték az árakat, így mondjuk a 4. napon már lényegében ingyen adhattak fel bármit a kuncsaftok. Képzelj el egy nénikét, aki 5 napos díjszabásra beszélik, és az 5. nap rájön, hogy nem megy föl a unokájához a koleszba, hanem bemegy a postára, és felad 1 kg kenyeret. Miért? Mert annyira semmibe nem került ez a bizonyos szolgáltatás, de a vállalat másnap már nem tudta volna feladni, de aznap még föl tudott adni 1 kg kenyeret, csomagolás módja kendő. Nagyobb volt a baj, ha az ember a piacon akart kenyeret vagy tyúkot venni. Egy 1946-os cikkben például Mari néni így felelt az újságíró azon kérdésére, hogy mennyiért adta el a portékáját. A tyúkot? Aztán eladtam 4 olyanért, amelyiknek az elején ember van, a hátulján meg egy kép. És azon kívül 3 amolyanért. Adódik a kérdés, hogy a kuporgató magyar lakosság mennyit vesztett, vagy ha úgy tetszik, mekkorát bukott ezen az infláción. Erre viszonylag egyszerű a válasz, mindent elbukott. Tehát ami készpénzben volt, az mindenki lenullázódott. Vagyis akinek nem volt dollárja, aranya, tyúkja, az szó szerint a nulláról kezdhetett mindent 1946. augusztusában a forint bevezetésekor. No, akkor vált Magyarország ténylegesen a 3 millió koldus országává egy időre. A Nemzeti Bank akkor már be tudta jelenteni azt, hogy augusztus első napjaiban visszakapjuk a Nemzeti Banknak azt a 25 tonnás aranytartalékát, amit gyakorlatilag a forintot stabilizálni tudta. A Magyar Múltat múzeumi igényességgel visszaadó filmhíradók online oldalon megtaláltam ezt a bejelentést. Tárgyalások eredményeként Magyarország visszakapja a németek által külföldre hurcolt aranykészletét, aminek gazdasági helyzetünk megalapozása szempontjából döntő jelentősége van. Búcsúzunk a pengőtől. Forgalomba kerül az új értékálló pénz, a forint. A forint ugyanis így már nem csak egy újabb papírdarab volt, hanem olyan valuta, amely mögött ott állt 25 tonna arany, amit azután szépen apránként eladogattak, majd visszavásároltak a következő évtizedekben. De ez már egy másik történet. Amúgy ezekből a pengőkből annyit nyomtak, hogy azokkal tele lehetne rakni Magyarország legnagyobb úszómedencéjét is. Másra egyébként amúgy sem lenne jó ez az irgalmatlan pénzhalom, mert értéktelen. 1946. augusztusában az összes addig nyomott pengő együttesen nem ért egyetlen forintot sem. Vagy, hogy az akkori idők szólását idézzem, nem ért ez egy lyukas 2 fillérest sem. Ezért rablás, ne akart, hogy elővegyem a késem. Nem, Isten, őriz, itt vannak, tessék, 1 milliárd, 2 milliárd, mennyi? Nem, tessék, inkább a zakódat ad. Az a helyzet, hogy mondhatnám, hogy egy vicces jelenetet adtunk elő, de az a helyzet, hogy 1946-ban ez abszolút nem volt vicc, mert hogy akkor járták az utcákat a vetkőztetők, vagyis azok a rablók, akik kimondottan ruhanemükre specializálódtak, és ezek a milliárdosok semmit nem értek, sem nekik, sem másnak. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Ez nyilván önökben is felmerült a kérdés, hogy vajon lesz-e még hasonló. Szakértők szerint, amíg béke van, ez elképzelhetetlen, legalábbis reméljük, de az infláció azért velünk maradt. Mondjanak csak arra, hogy mennyivel drágább most a hús, a zöldség, az üzemanyag vagy az építőanyag, mint 2-3 évvel ezelőtt.